Jogerősen teljes életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a szegedi ítélőtábla azt a férfit, aki 2010. júliusában megfojtotta a szexpartnerét, majd két hónappal később egy 17 éves lánnyal is végezni akart, de a lány segélykiáltását meghallották a szomszédok, így megmenekült. A férfi, aki korábban már ült emberölés és erőszakos közösülés miatt börtönben, az utolsó szó jogán nem akart semmit sem mondani. Kezét tördelve ült a vádlottak padján a férfi, akit gyilkosság és szexuális erőszak miatt ítélt jogerősen tényleges életfogytig tartó börtönre a szegedi ítélőtábla. A vádlott tényfeli beismerő vallomást tett, és az eljárás során mindig következetesen vallotta, hogy megegyezés alapján anyagi ellenszolgáltatás nyújtása mellett több hónapon keresztül heti rendszerességgel, sőt hetente több alkalommal folytatott szexuális viszony a sértettel. Ilyen alkalmakkor a férfi durva szexuális játékot játszott a nővel. Vádlott a saját előadása szerint is a közösülés közben nemi vágyának fokozása véget folytogatta a sértettet, és a töretlen bírói gyakorlat szerint ez aljas indokból elkövetettnek minősül. A Battonyai Rémként elhíresült férfi azt állította a bíróságon, hogy nem szándékosan, hanem véletlenül ölt. Ezt azonban a bíróság nem fogadta el, mert korábban ugyanezekért a bűncselekményekért több mint 10 évet ült a férfi. A rendőrség azután kezdett nyomozni ellene, amikor 2010. augusztusában akart erőszakolni, majd meg akart ölni egy 17 éves battonyai lányt. A fiatal lány segítségért kiabált, amit meghallottak a szomszédok. Segítségére siettek, így megmenekült. Miután letartóztatták és többször kihallgatták, a férfi mindegyik bűncselekményben beismerő vallomást tett. A szegedi ítélőtáblán az utolsó szó jogán nem akart semmit sem mondani.